egyedüli helyes megoldás, ők választották, azok a hősök, akikre most emlékezünk. Akik azt mondták, inkább hősnek lenni egy pillanatig, mint rabszolgának lenni egy életed át. Köszönöm!
Gyertek, Tibi! Hatos! Itt a mikrofon! Gyere, jó. Mindenképpen be kell várni a vendégét, mert ez is jó, ha valakinek. Minden nekünk a van kérdésben. Sajnos, ha belemártam kremen, tudom, hogy jön a Marci, akkor szóval tudom, hogy gondolom egyet a gyűjteményéből. Egyébként tudod, hogy csinál, sisakról leveszünk ilyen öntöző munkát, és nyáron meg tudjuk csinálni az összes szakban a sisakot. Mi pont ezt akartuk ide is, ugye erről csak már később jött az ötlet. Legyen lesz csinálva, mert én csináltam azt, hogy hát ilyen viseletesebb gyógyzás sisakot kiraktunk a erdei sírokra. Két emberül el, majd dumáljunk volna. Ez egy magyar szedépként. Hatos. Nem van még a streamer itt felül. Hatos. Gyerünk a kamerával, és akkor... Ezt a generál motorfény az üzemében csinálták. Várd azt, hogy fölmondod mikrofonba azt a szöveget, ami ott van. Oké. Ez szét lesz. Lesz, igen. Jó. Csak meg kell várni a legvégét. Egy hős, magyar katona, aki 1945. február 11-én a budai várból való kitörés közben életét vesztette. Emlékét büszkén őrizzük és nem feledjük. Állította az Óbudai Jobbik 2011. február 11-én. Még nem a megemlékezés volt, igen. Nem. 42.